Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Tegnap már a piros gyertyával dolgoztam, ami utal a szerelemre, és mind arra, amit kedvelsz. Én úgy éreztem a mai napon, hogy újra fontos ez a piros gyertya, ez a gyertya mágia. Azon kívül itt van ez a szerelmi olaj, amivel én a gyertyát beolajoztam. Tehát itt újra a szerelmi energia érezhető. A videó végén átküldöm számodra ezt az energiát, de ez most is érezhető. Miről van szó? Itt az ablak utal a lehetőségekre. Ez lehet internet is. Te nyitott vagy erre, de mégis elfordulsz a lehetőségek felől, fogva tartasz valamit, mert vannak félelmek vagy bizonytalanságok. Ez a férfi gondol rád, álmodik rólad. Itt a kelyhekről, tehát szerelemről, érzelmekről van szó. Mivel megjelenik a 6-os szám, az gyakran utal a múltra. Valaki gondol rád a múltból. Itt lesz egy meghívás, egy találkozás. De azért légy óvatos, mert a tükörben megjelenik az ördög. Ez jelentheti azt, hogy te belenézel a tükörbe, és úgy gondolod, mások jobbak, szebbek, mint te vagy. Ez egy negatív gondolat, vannak negatív érzelmek, bizonytalanságok. De ez a tükörkép lehet valaki más is, aki tükröz számodra valamit, de nem bízhatsz benne, hiszen látható az, hogy valaki becsap téged, hazudozik neked, légy óvatos. Ez a férfi átlát ezen, olyan magabiztos, nagyon magabiztos a fellépése, tudja, hogy mit akar. Mégis van még köztetek egy átmeneti időszak, hiszen itt vagytok a hídon. Itt a kehely azt jelenti, hogy érzelmekről van szó, hiszen te szereted őt, ő szeret téged, de még nem érkeztetek át oda, ahova szeretnétek. Az egyik partot már elhagytátok, ez a múlt, de még nem érkeztetek oda, ahova szeretnétek. Vannak célok, vannak lehetőségek, de jelenleg még ez egy átmeneti időszak. Mégis megvan a remény arra, hogy minden jóra fordul, hiszen ez a hajó szimbolizálja a reményeket. Amit ez a hajó még jelent, utazások, külföldi kapcsolatok, ez az utazás lehet egy belső út is. Egy kármikus kapcsolat mély érzelmekkel. És mi is bepillantunk most a mélybe, mitől fordulsz el, vagy miért vagy olyan bizonytalan, miről van szó. Itt ez a kasza elvág valamit, eltüntet valamit, félsz attól, hogy elveszíted őt. De a kaszának lehet egy más jelentése is, amikor olyan hirtelen változások lesznek egy olyan pillanatban, amikor nem is számítasz erre. És itt a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, vagy egy kellemes meglepetést. Ez lehet egy ajándék, vagy egy meghívás is. Itt látható ez a találkozás. Tehát erről van szó, nem kell félned. És az ő gondolatai. Itt gondol rád, mély érzelmekkel, itt szerelemről van szó, hiszen a kelyhek ezt jelentik. De a háttérben vannak még problémák, ami az otthonát illeti, a családi kapcsolatokat, vagy egy ingatlant illet, itt bírósági ügyről van szó. Ez a bíróság lehet egy olyan helyzet is,
amit ő igazságtalannak lát. Hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. És most megnézzük ezt a találkozást. Ő fogja rendezni a dolgokat. Miután itt lesz egy megbeszélés, egy találkozás, egy meghívás, itt a háttérben láthatóak az ő problémái. Itt a családi helyzetről van szó, egy bírósági ügyről, igazságtalanságokról, és itt ez a kártya azt jelenti, hogy ez fáj neki. Lehet, hogy nyitott lesz, és beszámol ezekről a problémákról. De a kártyák azt is jelenthetik, hogy ő kicsit bizonytalan, és te feltehetsz ilyen kérdéseket. Lehet, hogy akkor majd nyitott lesz, és beszámol ezekről a dolgokról. Most megnézzük ezt az ördögöt itt a tükörben. Itt kármikus témákról van szó, erre utal ez a kereszt, de ez lezárul, hiszen itt látható a halál kártyája, aminek szintén szimbolikus jelentése van, tehát ez a kapcsolat, vagy ez az ellenség eltávolodik, hiszen a halál kártyája ezt le fogja zárni, és ez a kereszt jelentheti a hitedet, higgy ebben, vagy jelentheti azt is, hogy a sors utatok ugyan kereszteződött, találkoztál ezzel a hamis személlyel, de ez a kapcsolat most lezárul. És most megnézzük az ő fellépését. Látható, hogy ő átlát a dolgokon. Itt ez a tolvaj jelentheti azt, hogy valaki ellopott tőle valamit, de ő ezen átlát. Tehát tudja az igazságot. Azt is jelentheti ez a tolvaj, hogy itt a környezetben ez az ördög, aki megjelent itt a tükörben, ez eltávolodik, hiszen a tolvaj eltávolítja ezt a kapcsolatot, eltávolítja ezt a kártyát. És itt a hajó ugyanúgy, mint itt, jelenti ezt a reményt, hogy itt tisztázódik valami. És én biztos vagyok abban, hogy ő tisztán látja a dolgokat. És mi van ezen a hídon? Ez egy ilyen átmeneti állapot. Egy kártya kiesett a kártyacsomagból, és az azt jelenti, hogy el akar távolodni. Nem tartozik ide, nem tartozik ebbe a kártyacsomagba, hiszen kiesett ebből. És itt a kutyáról van szó, ami szimbolizálja a barátságot. Egy barát vagy egy barátnő eltávolodik az életetekből. Lehet, hogy ez egy hamis barátság, és itt erről az ördökről van szó, erről a hamis kapcsolatról. És itt látható ez a kígyó, ami utal a változásokra, a megújulásokra, itt megvan a gyógyító erő is, és ez a medve utal a belső erőre, de lehet egy bizonyos személy is, akinek van szava, van befolyása, és mivel itt gyógyító erőről van szó, ez lehet egy orvos is, hiszen ez a hivatása, lehet, hogy itt ezen a területen az ő munkája által ismerkedtetek meg. De a kártyák jelentik azt is, hogy itt megvan az erő ahhoz, hogy elérjétek a célotokat, és a kígyó jelenthet mellékutakat is. Vagy egy hölgyet, aki segít ebben. És most megnézzük ezt a külföldi kapcsolatot, vagy az utazásokat, ami egy belső út is lehet. Itt látható, hogy a távolba tekintetek, tehát itt vannak hosszú távú tervek, ez lehet egy nyaralásnak a tervezése is, és itt a lilium,
az jelenti a tisztaságot, itt tisztázódik valami, amit a lilium még jelenthet, azok a szexuális kapcsolatok. Lehet, hogy ez az ő terve, és ebben reménykedik, hogy majd itt ezen az úton, itt a nyaralásnál lesz egy ilyen testi közeledés is. És most én átküldöm ezt a szerelmi energiát. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, te is meggyújthatsz egy gyertyát, vagy használhatsz füstölőt, és figyelj oda arra, hogy mit szeretnél elérni. Vagy ha itt szerelemről van szó, hiszen ez egy szerelmi energiamező, akkor képzeld el azt, hogy mit szeretnél, mik az elvárásaid. Hiszen az a fontos, hogy a te álmod megvalósuljon. És most átküldöm számodra ezt a szerelmi energiát. A szívemből jön nagy szeretettel. És kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel. Denderah!